Bonyháron születtem, és az evangélikus gimnáziumban érettségiztem 1973-ban. A Szegedi Tudományegyetemen szereztem középiskolai tanári diplomát, orosz-német szakon, az egyetem 5. évét külföldön végeztem. A tanítást hivatásként élem meg, örömmel és szeretettel csinálom. Változatos ez a munka, és szép, mert mindig új tanítványok jönnek, mindig új emberkéknek tudok tanítani, nevelni őket értékrendre, igényességre. A sors külön ajándéka, hogy szorgalmas, tehetséges diákokkal dolgozhatok, akik hálásak ezért. Fontosnak tartom a világra való nyitottságot, más kultúrák megismerését, az utazást, és hát ehhez elengedhetetlenül szükséges a nyelvismeret. Ezért hívtam életre 21 évvel ezelőtt a Nyitott Világ Alapítványt. Azóta több mint 1500 közép- és felsőfokú nyelvvizsgát sikerült tanítványainknak megszerezniük, és azt gondolom, hogy ebben a munkában elkötelezett kollégáimra számíthatok bármikor. És a szülőkre, a szülők bizalmára, Szekszárd város kitüntető elismerését hálás köszönettel fogadom. Tudom, hogy ez egyben a gimnáziumi és az alapítványi munkám elismerése is. Hiszen ez a kettő nem is választható el egymástól, ez a kettő összefügg, kiegészíti egymást. És azt gondolom, hogy mind a kettő ugyanolyan fontos számomra. Édesanyám az alábbi idézetet írta az emlékkönyvembe, amikor még fiatal lány voltam. Olyan útra valót kell vinni, amit a hajótörött is kimenthet magával. Ezt az örökséget, ezt az útra valót igyekeztem továbbadni a tanítványaimnak, a saját gyermekemnek, és igyekszem majd továbbadni az unokáimnak is. Egy szakmai életút végén az ember, vagy a vége fele haladva, az ember visszanéz és számot vet. Az eredményekhez, a sikerekhez egy biztos háttérre van szükség. Ezt a biztos, nyugodt hátteret biztosította számomra a férjem, aki mindig mellettem állt és támogatott, és ezért hálás vagyok neki. Munkám megbecsülése és elismerése nagy megtiszteltetés számomra. Köszönöm szépen az ajánlóimnak és Szekszárd városnak.